Roppant könnyű ebbe az országba retteltesen tönkre menni. Annyi kell, hogy az ember egyszer elkezd beszélgetni a pszichológussal, és elmondja neki, hogy mondjuk mit tudom én. Furcsa dolgokat lát, hangok szólnak a fejében. Ennyi. Egyébként ezt régi törzsi kultúrák mondjuk tudtak evel mit kezdeni. Mi mondjuk azt kezdjük vele, hogy szétgyógyszerezzük a drága kollégát, aki ezt rögtön mondta nekünk. Innentől kezdve ő már normális tünetet úgyse fog tudni mondani, mert vagy épp a nyál folyik ki a szájából, vagy épp a további hallucinációról beszél. Hát sajnos olyan. Alá helyezzük, és köszönjük szépen. A mai világban roppant könnyű elveszteni mindenedet. Ennyi kell, három rossz mondat egy pszichológusnak. Hát Felnár András mondta azt, hogy a pszichológusok azok a mai napnak az egyháza, mai napjainknak az egyháza, és a pszichológusoknak az úgynevezett kényszergyógykezelése az pedig semmi más, mint az inkvizíció. Tehát amikor valaki olyas valamit mond, vagy olyas valamiről ad számot, ami az orvosnak nem tetszik, amiről az orvos úgy gondolja, hogy az az egyezményes normalitásban nem fér bele, amelynek ő a papja. Az akadémiai patológia szó alatt szerepel, az a te viselkedési tüneted. Igen. Kész, igen. Annyi. És akkor ő erre való hivatkozással téged elzárhat, elszigetelhet a többségtől. Hm. Valójában csak azért szigetel el, mert nem érti, hogy mi történik veled. Persze, erről szól. Hát egyébként... Nem érti, és mivel nem érti, fél tőle. Elsősorban azért fél tőle, mert hogy ő ennek az bizonyos egyezményes normalitásnak a papja. Ez az egyezményes normalitás, ez teszi őt azzá, aki. Ha ez az egyezményes normalitás a valóságnak, az egy és oszthatatlan valóságnak az eszménye, az nem létezik, akkor ő már nem pszichiáter többé. Persze. Akkor ő csak egy ugyanolyan skizó, mint bárki más, vagy egy ugyanolyan bolond, mint bárki más, aki történetesen egy darab valóságban, sok lehetséges valóság közül egy valamiben hisz. Ha viszont létezik az egy és oszthatatlan normalitás elve, akkor ő pszichiáter, akkor ő orvos doktor. Ha viszont valaki mást mond, akkor azt sürgősen be kell zárni, mert az akárki is, akármit mond a valóságról, ami az orvos egyezményes, egy oszthatatlan valóság elméletébe nem fér bele, az az orvost megfosztja attól az előjogától, hogy magát orvosnak, magát kitüntetett személynek, magát ennek a normalitásnak az őrének tekinthesse. Na most akkor képzeljétek el a következő helyzetet, találkozik ugyanez a professzor következő beszélgetésén, nagy nyilvános vitán, egy fogadáson beszélget, egy nagyon progresszíven gondolkodó fizikussal, aki elkezd neki például az alternatív valóságokról beszélni, elkezd neki arról beszélni, hogy bizonyos dolgok irracionálisan viselkednek. Akár csak a kvantummechanikáról kezd el beszélni. Beszélgetnek 10 percet, és az illetőt nem küldi pszichiátriára, pedig neki teljesen irracionális, homogén valóságképben nem illő észlelései vannak, teszem hozzá, ezeket publikálja, ezekre egy valagzsét rak helyre, és az illetőt nem küldik el pszichiátriára. De még rosszabb lenne a helyzet, ha mondjuk egyszer elkezdene beszélgetni mondjuk egy költővel, vagy egy filmrendezővel, tehát az a normalitás fogalom, amiben a tudomány ilyen szempontból kapaszkodik, az roppant illékony lábakon áll, és senki nem gondolja, hát ez nem egy következetes valóságfogalom. Arról nem beszélve, hogy a Feldmannak a könyve úgy ér véget, hogy ő retteg a pszichológus társadalomtól. Tehát ő soha nem szeretne abban a helyzetben lenni, hogy ő pszichológushoz kerüljön. Tudni kell, hogy ő is pszichológus. Igen, mert ő 5 perc múlva lenne mindenféle elmebetegnek nyilvánítva, és onnantól kezdve senki nem kezelni. Ez a másik nagyon fontos, a Foucault-nak a bolondság történetét nagyon ajánlom elolvasásra. Soha nem próbálkozott a nyugati civilizációval, hogy integratív társadalmat csináljon, ahol a különböző észlelések egy homogén társadalomba valahogy megférnek. Nem, mindig is az volt a standard eljárás, hogy a bolondokat vagy fölrakjuk egy hajóra, ship of fools, vagy csinálunk nekik önálló városrészt, vagy berakjuk valahova, az a lényeg, ne legyen szem előtt, mert még a végén az a mi általunk szépen körülírt valóságkép, egyébként ami roppant paradox, meg ellentmondásos, de arról nem hullik le a lepel, nem derül ki, hogy a király mesztelem. Nem találtak még ki olyan gyógyszert, ami a hallucinációkat csillapítja, ami a hallucinációkat lefolytja. Csak a halucináló tünetmentesítét, tehát olyan hülyére szanálja, hogy ne tudjon beszámolni a hallucinációs tüneteiről. Hát igen, konkrétan az történik, hogy az összes létező gondolkodási folyamatot le lehet blokkolni bizonyos gyógyszeres segítségével, és akkor hát persze blokkolja a hallucinációkat is, meg minden mást is. Tehát itt tulajdonképpen azt, ami az embert emberré teszi. Tehát az orvostudomány jelenlegi megoldása, vagy megfejtése, vagy kezelési javaslata egy, hogy mondjam, ő általuk abnormálisnak nevezett tünetegyüttesre, a valóságérzékelésének a,
a nem teljesen egyezményes voltára, jellegére, az az, hogy az emberből, amely ugyebár egy intelligens állatfaj, abból növényt csinálnak gyakorlatilag, gyógyszeres persze, kezelés segítségével. Fontosabb a tünetmentesség, mint hogy nagyjából emberre hasonlító módon tudjál élni, vagy emberhez méltó. Ha tünetmentes vagy, az a tuti, és nekem azt tetszik, hogy ezek az emberek néha biztos hazamennek, és elővesznek egy Philip K. Dicket, vagy a Snowbabika elővesz egy Dantét, és azon gondolkoznak, hogy a fenébe ez a fickó azért ülhetett volna többet elmegyógyintézőben. A Dante idejében még nem értették ezt a skizofréniát. Hát pedig szerintem ott lenne a helye. Vagy körülbelül mi a hozzáállásuk? Tehát a skizofréneknek igenis komoly legitimációjuk van. Hát az egész kultúrtörténetünknek úgy nagyjából az egyharmadát ők csinálták. Hát arról van szó, hogy az emberiség... Ja, a tudományról nem is beszél. Az emberiség az lépésről lépésre tágítja a maga a mozgási, gondolkodási, létezési körét. Eleinte is voltak zárt rendszerek, és ezeknek a zárt rendszereknek megvoltak az őreik. Például egy ilyen zárt rendszer volt a geocentrikus világkép. Vagyis, hogy a Föld van középen, és a Föld körül forog minden égitest. Aztán jött egy Kopernikusz, aztán jött egy Galilei, amelyik elkezdte ezt vitatni. Azok, akik ezt vitatták, azok kikezdték az akkor egyezményes valóságnak az alapjait, és őket ezért el kellett pusztítani, vagy legalábbis vissza kellett vonatni velük a tételeiket. Tulajdonképpen annak a kornak valahol ők voltak a skizofréniai. Miért? Mert tovább gondoltak, mint annak a kornak a keretei. Ugyanilyen módon a jelenkornak a keretei azok az egy és egyezményes és oszthatatlan valóság alapján állnak. Ha valaki ennél tovább gondol, pusztán csak azért, mert létezik valamiféle, nevezzük ezt akár rendellenességnek, amelyet ő amelynek segítségével ő a valóságnak a jelen kodifikált keretein túl is képes érzékelni, akkor azt éppen ilyen módon kell elpusztítani. Lehetőség szerint úgy kell, hogy visszavonja a tüneteit, hogy az addigi mindenféle téveszméi helyett a nyál csorogjon ki a szájából. Jó, és mielőtt lecsapnám az összes posztmodern magaslabdát, tehát hogy a posztmodern filozófia, akkor ilyen módon hogyan lehetne azonnal hogyan kéne őket azonnal beutalni elmegyógyintézetre, de hogy egy klasszikust, amit szerintem sok pszichológus olvas, szóval Kant, azért tényleg Kantról azt gondoljuk, hogy hát a modern gondolkozásnak tényleg az alapja, szerintem minden menő fickónak van egy Kantja könyvtárában. Ugye Kant az arról beszélt, hogy a magánvaló valósághoz nincsen hozzáférésünk. Hát könyörgöm, hát ez az ember az aztán teljesen skizofrén, hát teljesen klinikailag skizofrén, azt mondja, hogy a valósággal nincsen viszonya. Hát akkor itt óriási baj van, ezt a fickót, ezt azonnal be kell vinni egy intézetbe, és le kell szanálni, kár, hogy már meghalt. Vissza kell utalnom egy pillanatra Galileihez és Kopernikuszhoz. Ugyanis volt, aki hit neki, például. Úgy hívták, hogy Kolumbusz. Az akkori egyháznak a tanításával szemben ő azt gondolta, hogy... Az akkori tudományos vallás, tehát az egész... Hát az a kettő nem nagyon lógott ki. Jó, tehát az társadalmi dogma. Nem nagyon lógott ki egymás segélyből. Ezért akarták. Hívjuk társadalmi dogmának. Tehát amit mindenki elfogad, és hogyha ellenzed, akkor legalább hülye vagy, de kiírtad magad minden létező komolyabb társaságból azon. Na hát igen, ezzel szemben ő kész volt arra, hogy azt mondja, bár tudom, hogy a jobb kezem felől van India, de én a bal kezem felől indulok el Indiába. Ami az akkori tudományos állás szerint egy abszurdum volt, egy őrültség volt. És ő elindult, és bár nem ő, de később Magellán megvalósította ezt. Tehát eljutott, visszajutott a kiinduló pontba úgy, hogy egy irányba ment folyamatosan, bebizonyítva, hogy a Föld gömbölyű. Ezt követően még hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a római katolikus egyház nem volt hajlandó elismerni, hogy a Föld gömbölyű. Azután, hogy Magellán visszatért. Egy irányba haladva visszatért. Hát persze. De hát ugyanerről van szó, hogy pofázhatunk mi akármit az egész oszthatatlan valóságnak a megkérdőjelezéséről, arról, hogy történelmileg már milliárdszor és milliárdszor ezek a dogmák megdőltek, és kiderült, hogy mennyire hülyék voltak azok az inkvizítorok. Azok az inkvizítorok, akik embereket pusztítottak el azért, mert ők nem azon dogmarendszer szerint gondolkodtak, hanem túlléptek azon. Hiába bizonyosodik be a jelen inkvizitorait, a pszichiátereket, ez egy pillanatig sem fogja zavarni. Az, aki kilóg a sorból, az, akinek a nyaka tovább ér, mint a sor, annak a fejét le kell metélni egy éles pengével. És fontos, hogy itt lássátok, hogy nem azt kérdőjelezem meg, hogy szeretnénk a beteg embereken gyógyítani. Most
persze azt gondoljuk, hogy nem látjuk pontosan a világot, se az igazságot, ezért nem tudjuk pontosan belőni, hogy mi a betegség. Mert ez egy szimpatikus pszichológus álláspont lenne, mi egyszerűen megpróbálunk segíteni. Nem, hanem arról az ősi gyakorlatról beszélek, hogy ha valaki nem úgy viselkedik, ahogy az általam elképzelt világban az normális, akkor őt leválasztom magamról, hogy ne lássam. Mert hogyha őt sokáig látom, folyamatosan együtt vagyok vele, akkor folyamatosan fel kell tennem magamnak azt a kérdést, hogy tényleg úgy van ez a szemét valósága, hogy én azt képzelem? Hát nem tudom, megzavar. Nem tudom, beszélgettetek-e skizofrénnel, döbbenetes, erejű, megrázó élmény, mert az embernek a saját elképzelt valóságképe úgy rendesen elkezd remegni, mert nem tudja hova rakni a... Mert azt látja, hogy itt ül velem szemben valaki, aki pontosan ugyanolyan biztos a saját maga által elképzelt valóságban, mint én, az én általam elképzelt valóságban. Ráadásul általában ha intelligensebbek, nagyon szép és következetes rendszereik vannak, ezek felépítettek, logikusak, stb. Tehát egyszerűen nem lehet azonnal lesöpörni őket. Nem akarjuk ezeket az embereket integrálni, egyszerűen nem akarjuk őket látni, úgy a biztos, abból nem lesz baj, hogyha nem látom, akkor fennmarad az általam elképzelt és idealizált világ. Egyébként ez egy tipikusan beteges hozzáállás. Vannak SMS-ek? Vannak, rossz fej írja nekünk, hogy most ez az egész maszlag arról szól, hogy ti túllátok a jelenlegi valóságon, míg a többség a maradi eszméiben vergődve rombolja a saját valóságát? Nem semmi. Nem erről szól. Nem erről szól. Nem arról szól, hogy túllátunk rajta, mert nem látunk túl rajta különösebben semmit. Arról van szó, hogy feltételezzük, hogy létezik. Arról van szó. Én pusztán egy kevésbé dogmatikus világot szeretnék, ahol azáltal, hogy valaki nem egy olyan valóságképet lát, mint az enyém, attól az illetőt nem semmizem ki. Nem hűítem le gyógyszerekkel, és nem teszek meg mindent, hogy az illetőt ne lássa senki, mert az én nagyon határozott valóságképemben az ő elképzelése nem fér bele. Rossz fej. Megpróbálom érzékeltetni számodra, hogy miért mondtam én azt, amit mondtam. Én azt gondolom, hogy egyedül a hit teremt valóságot. Semmi más, mint a hit. Csak a hit. Amiben hiszel, az van, amiben nem hiszel, az nincs. Te most hiszed, hogy egy rádióműsort hallgatsz, ezért az az élményed, hogy egy rádióműsort hallgatsz, és ez a hited, ez működteti a valóságodat, hiszen a rádióműsor az zajlik, folyik, és te hallod. Hogyha nem hinnél benne, hogy rádióműsort hallasz, akkor nem szólna a rádió. Ezt higgyed el. Ez ilyen egyszerű. Tehát itt is csak a hitről van szó. Na már most arról van szó egyszerűen, hogyha te nem hinnél abban, hogy hallgatod a rádióműsort, hiába hangosítanák fel, hiába üvöltene az a rádió, az nem jutna el a te fejedbe, mert a hited az nem engedné be azokat a hangokat a te fejedbe. És akkor valószínűleg már egy pszichiátriai osztályon kezelnének téged. Ezt hívják skizofréniának. Valójában, amikor leválsz az egy és oszthatatlan valóság nevű kertről, amiről a tudomány jelenleg, vagy hát a közgondolkodás azt véli, hogy az az univerzum, pedig csak egy kert, ahol mi itt együtt játszadozunk. Tehát amikor eltévejedsz és kisétálsz ebből a kertből, és eltévedsz valamerre, akkor azt mondják rád, megbélyegeznek téged, igazából nem értik, mi történik veled, és akkor kitaláltak erre egy szót, a szó úgy hangzik, hogy skizofrénia. Valójában azt se tudják, micsoda. Nem tudják, tehát ha elolvasol bármilyen pszichiátria könyvet, akár a Rita Atkinson féle könyvet, én például abban olvastam, hogy így fogalmuk sincsen, különböző szociológiai kutatásokat, meg genetikai kutatásokat, meg egyéb kutatásokat végeztek, statisztikájuk van, hogy milyen családokból hány százalékban kerülnek ki skizofrének, tehát így érintőlegesen próbálják így, de tényleg, mint a vaksi ember a szobában, amikor tapogatja, hogy mi van. Körülbelül így áll hozzá, ilyen viszonya van a tudománynak jelenleg a skizofréniához. Még ha már kérik egyszer felmerült, akkor a kérik valóság definícióját is megosztom. Valóság az, ami akkor sem tűnik el, ha már nem hiszel benne. Csak hogy egy csipetnyit alátámasszuk azon felvetésünket, mely az egy és oszthatatlan valóság legalábbis megkérdőjelezhető természetével kapcsolatos. Ezért felolvasnék nektek egy verset Szabó Lőrinctől, ez a Zsuangci Álma című vers. Talán ad némi hátteret ahhoz, amit itt összehortunk az elmúlt egy órában. 2000 évvel ezelőtt Zsuangci a mester egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte. Igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zsuangci. És felébredtem, és most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság, melyik lehetek. Hogy Zsuangci álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zsuangci, ki volnál? Te vagy, Zsuangci, te hát! Ő mosolygott.
Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én. Bár ismertem a verset, de be kell látni, most tökéletesen jó időben, jó helyen hangzott el, így iszonyatosan nagyot ütött, írja nekünk rossz fej. The Matrix has you, egyébként a másfél nagyon jól esett, nyomhatnátok még egyet. Hát egyébként, hogyha Matrixnek a sikerét keressük, akkor az pontosan az, hogy szerintem nagyon erősen éljük meg azt, hogy ez a homogén valóságkép, ez terhes számunkra. Tehát egyszerűen nem bírja az embernek a pszichológiai háztartása ezt elfogadni, egyszerűen keresi az alternatívákat, talán nem véletlen, hogy ekkora a vonzódás a tudatmódosító szerek, illetve az alternatív tudatállapotok felé. Mert... illetve hát a New Age, és minden persze. Egyéb, tehát ami csak az ezotéria kínál, az mind-mind-mind nagyon népszerű. Az összes vallás beleértve a politikát nem véletlenül virágzik. Egyszerűen az embernek a pszichológiai háztartása nem bírja elviselni ezt a nagyon szigorú, nagyon nem működő valóságmodellt. És mivel nem tudunk még újat kínálni, azt látom, hogy ez még egy szellemi érésnek lesz a vége, ezért egyelőre szenvedünk avval, amilyen működik. Ha viszont a kudarcát és kudarcának okát keressük a Matrix című filmnek, hát azt a második és harmadik részben találjuk meg. Hát természetesen. Amikor rájöttek, hogy fontos dolog az ontológia, meg az, hogy hogyan van a valóság, de egy rendes lövöldözős jelenet. Egy jó kis motorreklámmal. És az azért tuti. És belegondoltam abba egyébként, hogy milyen zseniális második részt lehetett volna csinálni a Matrixhoz, csak képzeld el, hogy ugyebár hát a Matrix első része az arról szól, hogy nem ez az egyosztatlan valóság van, hanem ez csak egy látszat, egy illúzió, ez csak egy mozi, amit nézünk, és a valódi valóságunkban pedig elemekként szolgálunk a gépek számára, és így valami, nem tudom én, valami keltetőgépben fekszünk éppen. Lehetett volna egy olyan második részt készíteni a filmhez, amely második részben kiderül, hogy az a valóság, amit valóságnak vélünk, ahol a keltetőgépekben heverünk, az sem a valóság, mert az is csak egy Matrix, egy magasabb szintű valóság aspektusából nézve, és azt is csak Matrixként működtetik valahonnan, még elvetemültebb robotok vagy emberek, vagy én nem egyébként tudom. Lehetett volna ezt tovább vinni, ehelyett viszont csináltak egy jó kis lövöldözős, kamionsofőrös, autópályán szembehaladós, motoros gengszerizmust. Egyébként a második rész végén pont erre volt kísérlet, én azt hittem, hogy egyébként majd ez fog így. Én azt hittem, hogy ez lesz a harmadikban. Vagy ez lesz a harmadik. Szóval kiderült, hogy tulajdonképpen egyszerűen csak Superman. És Krisztus egyszerre. Igen. Jó. Természetesen az egyik leggyakoribb fraktál az a tükör a tükörben. Azért is működik, azért is van óriási ember ereje az ember pszichéjére, azért szeretjük ezeket a fraktálokat, mert valami úgy érezzük, hogy valami nagyon lényeges mond ki. No, hát ezt a labdát ezt nem sikerült leütnie a Matrixnak. Aki egyébként ezügyben csak hogy okoskodjak egy kicsit, meg nem létező tanácsokat adjak, akar könyvet olvasni, Hillary Putnannak a tanulmánya az agyak a tartályban, az zseniális és abszolút ebben foglalkozik. Egyébként loptak is belőle a Matrixban rendesen. Hinni abban lehet, amiben nem vagy biztos, mert ha valamiben biztos vagy, az nem hit, hanem tudás. Na, ilyen típusú tudások, az a baj, Ati, hogy roppant kevés dolog az, amiről egészen biztosan tudunk valamit. Mivel lehetsz biztos? Tehát mi az, amire rámered mondani, hogy az biztosan úgy van? És mielőtt még gyorsan elhamarkodottan válaszolnál erre a kérdésre, ne felejtsd el, hogy a skizofrének ugyanilyen magabiztosan mondják azt, hogy ők biztosak abban, amiről te meg vagy győződve, hogy nem úgy és van. És az érzékelésen 5 percenként vágnak át minket, tehát pontosan tehát, tudjuk, hogy hány típusú optikai csalódás van. És álljunk meg egy pillanatra, te rendszeresen szoktál álmodni, és álmodban biztos vagy abban, hogy az a valóság. Aztán fölébredsz, és akkor biztos vagy abban, hogy az nem a valóság. Volt, az csak egy álom volt, most vagy a valóságban. Hát mi a garancia arra, hogy ez nem egy álom, amiből az ébredés nem más, mint a halál, amire te most halálként gondolsz, valójában az ébredés lesz ebből az álomból, és abból az aspektusból, egy sokkal tisztább aspektusból, egy ébredettség aspektusából majd álomnak gondolod mindazt a kóváigást, amit most megélsz. Nem lehet, nincs garancia. No, hát van néhány dolog, amiről
tudományos társadalom egy része azt gondolja, hogy eléggé biztos, a 2 + 2 = 4 típusú tudások azok roppant biztosak, lévén a 4-nek a természetéből következik az, hogy a 2 + 2 benne van. De csak a 2 + 2 is benne van, de mind a kettő csak egy abstrakció. Csak az a baj, hogy ezekkel roppant keveset kezdünk akkor, amikor fel kell szállni a 7-es buszra, és haza kell menni, vagy rendelni kell egy pizzát, vagy venni kell egy kiló kenyeret. Tehát nem jól működtetik a valóságunkat. Van egy ilyen elég biztos rendszer, csak semmi köze nincs ahhoz, amit a hétköznapokban megélünk. De a saját keretei köz biztos ez a rendszer valójában. Persze. Nincsen köze a valósághoz. És egyébként Gödel-tétel óta tudjuk, hogy vagy nem teljes, vagy tartalmaz ellenmondást. Na, vegyük azt alapul, hogy a 2 az önmagában egy absztrakt dolog. Ezt az ember találta ki, ez a természetből nem fakad az, hogy 2. Az, hogy szer, az meg megint csak absztrakt, az meg még sokkal absztraktabb. Ezek nem hát a természet. Hogy az absztrakt az ember találmánya-e, vagy az ember reagált valamire, ami a környezetében volt, az tényleg nem. Ezek a fogalmak mind az ember találmányai, ne viccelj már. Hogy létezne ez a fogalom, hogy absztrakt az ember nélkül? Hát te absztrahálsz. Hát a te tudatod által válnak a dolgok absztraktá vagy konkréttá. Na várjál, az megint más kérdés, hogy te megfogalmazod ezeket a dolgokat, tehát reagálsz. Volt egy kérdés, elhangzott rá egy válasz. Ettől még létezhet, mint kérdés, tehát nem te alkotod ezeket a fogalmakat, te lehet, hogy csak reagálsz rájuk. Egyébként köszönöm, hogy valaki az Existence megemlíti a Cronenbergnek a filmje, minden filmje természetesen kötelező, arról szól, aminek a Matrix 2-nek kellett volna lennie, így. Hát igen, az brilliáns az Existence. Oké. Aki vadállatot csinál magából, az megszabadul az emberi lét fájdalmától, írja nekünk az SMS író. Így van, tehát zseniális. Akkor szoktunk a bajainktól. Persze, túl nagy a nyomás rajtunk, és néha abszolút öröngésbe. Meg lehet, hogy a háborúknak egyébként ez a funkciójuk. Hogy levezessék mindazt a feszültséget, amit az emberi lét, az emberi létezés. Innen fogva a társadalmi létezés komplexitása okoz számunkra. Valójában mindent megteszünk, hogy ne észleljük a valóságot, mert roppant nehéz. Tehát folyamatosan mítoszoknak vetjük alá magunkat, hívják ezt tévének, politikai közéletnek, tudományos dogmának, sci-finek, akárminek, csak ne kelljen azt látsunk, ami van.